mennyire lehet. Kedves barátaim, székelyek! Újra itt vagyunk, hogy hagyományosan megemlékezzünk a Székely Szabadság napjáról, egy olyan évben, amikor 100 éves a székely nemzeti önrendelkezési küzdelem. Áld meg Isten a közösségünket, egységünket, hogy sose engedjük el egymás kezét. Áld meg örökkévaló Istenünk ezt a földet, ahol elődeink iskolákat építettek, s utódaink itt szeretnének anyanyelven tanulni. Egy fontos lépéssel talán ma is előre léptünk, amikor is az RMDS Jobbik része határozottan mellé állt a Székely Szabadság napjának. Méltó! Székely magyar testvéreim, tavaly az újan választott amerikai elnök hirdette meg, hogy számára Amerika az első. A maga helyén ezzel cseng egybe az anyaországi nemzeti pártok jelszava, nekünk Magyarország az első. Ütött az óra, és ha tovább haladunk kis lépésekben az enyészet felé, lehet késő lesz majd felébredni. Épp ezért ne csak követelnünk kell jogokat, melyeket megilletnek minket, hanem egy népként, egy akaratként el kell kezdeni tennünk értük, hogy majd egyszer ténylegesen megünnepelhessük a Székely Szabadság napját. Köszönöm a figyelmet! Educación y, como no, la familia. Három dolog szükséges ahhoz, hogy fennmaradjunk. A család, a nevelés és az iskola. Ezeket soha se adjátok fel. Bañan horrela etzen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Mert ők is nagyon tudják, hogy a székely autonómia Székelyföldön sikeresebb lesz, mint a bukaresti 100 éves adminisztráció, és attól félnek, hogy azt bizonyítjuk be, amit katalán, baszk és déltiroli barátaink már jó régen, hogy az autonómia stabilitást, békét, szeretetet, nyugalmat hoz. Autonómiát Székelyföldek, szabadságot a székely népnek! Thank you.
Hogy vonuljanak méltósággal az autóbuszokhoz, a vidékiek, a vásárhelyiek térjenek haza. Köszönjük a részvételt! Yeah.